Valójában ezek írott tojások, mély viasszal írjuk meg őket. A viasszal a motívumokat készítik az íróka segítségével, majd a tojást piros festékbe mártják, amely a díszítést nem fogja meg. Ez a gráblás, itt van, meg a tulipános. Száradás után a tojást szalonnabőrrel törlik át, ami fényessé teszi. A színekkel a hajdani lányok és asszonyok üzentek a locsolóknak. Aki sárga tojást kapott, az azt jelentette, hogy hát azt nem szívesen fogadták, többet nem menjen locsolni. Aki zöldet, az még reménykedhetett abba, hogy hát hatásos lesz a locsolása. A pirosat azt nagyon-nagyon szerették, hát az volt a szerelemnek a jelképe. A kéket pedig az idősebb férfiak kapták. A hévízi kézműves forgatagban különleges, akrillal festett strusz tojások is megjelentek. Készítőjük Herenden tanulta a mesterséget. Apró csiszológéppel csiszolom ki a mintát. Ezek meg akrill festékkel vannak megfestve, és lakkozva vannak utána. A piacon rendszeresen kínálják dísztárgyaikat térségbeli alkotók, köztük népi iparművészek és a népművészet fiatal mesterei. Átlagos hétköznapi piac olyan, mint máshol egy városban egy kirakodó vásár vagy egy rendezvény valamilyen alkalomból. Nálunk ezek a kézművesek, ezek hétköznap is mindig jelen vannak. A piac egyik küldetése, hogy nekik is bemutatkozási lehetőséget biztosítson a kézműves termelők mellett.